amíg labda van, pálya van, kapus is van, addig jól érzem magam, vagy a Pálinkás András, az Újpest kapus edzője. Nem véletlenül ülünk itt a pálya szélén, és beszélgetünk a kapus edzővel, hiszen nincs mit tagadni, születésnapos. 65 éves lett a nagyöreg. Nagy-nagy szeretettel üdvözöllek, és örülök, hogy befogadtatok minket ide a Megyeri útra. Boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen, el is eljött. A 65 év, mint olyan. Ugye itt két férfi beszélget, alig fogja valaki hallani itt nézők közt, csak titkokról fogunk beszélgetni, elárulhatjuk, hogy Pálinkás András 65 éves. Kapusedzőnek, edzőnek ez akkor sok, kevés? Hát az igazság az, hogy mindig azt szokták mondani, hogy a jó kapus is olyan, mint a jó viszki. Minél öregebb, annál jobb. Én ezt vallom a kapus edzőkre is. Lehet, hogy most úgy furcsának tűnik, a 65-es koromban mondom ezt, mert már mindenki mondja, hogy kifelé, nem. Én még mindig szeretek befelé menni, még mindig tudok tanulni ebben a szakmában. Tanulni nagyon fontos, hiszen majd beszélgetünk arról, hogy kiből válhat kapus edző, mert azt pontosan tudjuk, hogy annak idején mondhatom, hogy jó 10 évvel ezelőtt még nem igazán hallottunk olyanról, hogy egy profi csapatnál, NB1-es csapatnál kapusedzőt foglalkoztattak volna. Honnan datálódik az, hogy kezdték megbecsülni azokat az oktatókat, szakembereket, akik a kapusokkal foglalkoznak? Hát igen, sajnos mi annak idején még mi önképzésszerűen tanultuk a védésnek, mindig elküldtek, hogy csinálj, melegítsél be, rúgj egymásnak kézbe, aztán így be is fejeződött. Aztán ahogy jöttek a tétmérkőzés, egy kicsit komolyabbá vált a dolog, tehát az üzleti oldala is megjött ennek a futballnak, így már rájöttek, hogy egy nagyon fontos poszt, amit igenis képezni kell. Egyet hagyáruljak el, hogy 1987-ben én voltam az első magyar válogatott kapusedző, addig nem volt. A magyar válogatott mellett sem dolgozott kapusedző? Nem. Én voltam először 87-ben, aki a Mezei Gyurival jött rá arra, hogy kell a kapusedző is. Tehát akkor én azóta úgy érzem, hogy ennek nagyon-nagyon fontos feladatai vannak. Te, Bandi, nemzetközi szinten sem foglalkoztattak kapusedzőket annak idején? De már régóta, Sepp Maier idejében is, úgyhogy ezek utólag. Egy kicsit szégyeltem is a dolgot, amikor elkezdtem ebben, mint oktatásszerűen dolgozni, hogy mi nagyon le voltunk maradva. Viszont az eredmények, a magyar kapusoknak az eredményei, maga a kapus eredmények, azok jó mutatói voltak. Nagyon-nagyon jó kapusok voltak, akik saját magukat kinevelve az egész posztot és a magyar kapus nemzedéket egy kicsit megvédték ilyen szempontból. Igen, bármire, ahogy visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, kapusokból mindig jól álltunk. Igen. Tehát azt mondom, még a kapus poszton való játék eladható. Na most sajnos ez csúnya mondat, mert ez a futball, a labdarúgás arról szól, hogy eladható maga a teljesítmény, maga a játékos, de annak idején is kapusokat, magyar kapusokat igenis bármilyen nem bajnokságba foglalkoztatták. Csak a kapusokból lehet jó kapus edző? Hát az az igazság, igen. Ez tudod, miért kérdezem? Azért kérdezem, mert ha csak most Csankjanira gondolok, szegény Bicskei Bercére, és volt a Szent Mihályira. Ők kapusok voltak, és vezetőedzők lettek. Fordítva is igaz, vagy hogy van ez? Érdekes a dolog, megkóstoltam alacsonyabb szinten. Tehát NB2-ben, NB3-ban az én felfogásom szerint, tehát azt a munkát, meg azt a hozzáállást, amit a mezőnyjátékosok beletesznek, mindenkitől elnézést kérek, az nem a kapus fejnek való, nekem nem való. Tehát én azért melóztam egész héten, mint az őrült, meg azért melóznak a kapusaim is, hogy azt a két-három szituációt megoldják. Most, amikor én kispadon ülök és nézem a játékosoknak a megint tisztelet a kivételek hozzáállását, látom a szituációk megoldása után olyan téblábolása. De nekem ott már nem volt félrebeszélés, ha rosszul oldottam volna. Nem lehetett mutogatni. Azt én szúrtam el. Ahogy szokták mondani, jó esetben a kapus mögött nem áll senki. Ott már senki nem volt. Tehát én az egész hetet, és most is úgy építik fel a kapusok az hetet, hogy az az egy megoldás, 9%, de az nagyon jó legyen. Az olyan, hogy megvédi a kapust, magát a játékot, magát a csapatot,
és a felelősség. Hát itt a legnagyobb probléma. Tehát azt mondod, hogy a kapusból lehet jó edző, de futballistából, játékosból valószínűleg nem igazán ezt lehet kapus edző. Ezt most határozottan kimerem jelenteni, és nem is szeretik a mezőnyjátékosokból lett edző, hogy ők kapus edző. Elmondják nekem, őszintén nem értenek hozzá. Annyit tudnak kritizálni, hogy miért nem jössz ki, miért nem fogod meg, de viszont hogy kell megfogni, hogy kell kijönni, milyen ütembe, azt már ránk bízzák, hála Istennek, mint kapus edzőkre. Beszélünk az edző sorsról, az edzőkről, de azért honnan volt az indítatás, hogy te beállj egy ekkora nagy kapuba, egy 7 méteres kapuba, hát tudod mit? Inkább focizom kint. Rosszul megy a játék, lepasszolom a másiknak, közel van, még azt is mondják, hogy hú, de jó játszott, ez nem adott rossz paszt. Miért áll egy kapus, miért áll egy gyerek be a kapuba? Igen. Hát drága édesapám, az kapus volt. És várt, ő nem erőltette a dolgot. Én 9 éves koromban azt mondtam, apu, kapus akarok lenni. És attól kezdve én a kapuba érzem magam, még civil életként is. Mi úgyis élem a világom, hogy a kapuba nem lehet hibázni. Tehát ezt valahogy átviszem a civil életbe, és ott, amit mondok, az legyen úgy, de azóta, 9 éves korom óta. Én imádom ezt a posztot. Felelősség van, alázatot kell csinálni. Lehet, hogy a szülői egész indítatásom meg a nevelésemből fokad az, hogy én ezért szeretem a kapus posztot. Remélem nem fogsz megharagudni, de ha megharagszol, legfeljebb fölállsz és itt hagysz. Olyan nincs. Azért azt mondják a kapusokra, hogy egy másik állatfajta. Igen. Még azt is mondják, hogy aki beáll a kapuba, az nem teljesen normális. Ezt így is írja a mostani UEFA által nekünk leadott szakira, crazy man. Őrültek vagyunk, egyértelmű. Tehát idegi munka, fizikális munka, és maga a felelősség is, természetesen jeges pályán, sárba odavetődni a csatár, labda, cipője elé, hát ahhoz kell egy hatalmas nagy bolond, flúgság, amit... Igen, az kell, de hát kell. Ezt ugye megtanuljátok gyerekkortól. Így van. És akkor, amikor először beálltál a kapuba, ugye édesapád kapus. Igen. Akkor azt érezted, hogy te NB1-es válogatott kapus leszel, vagy az, hogy én egy jó kapus leszek? Én egy jó kapus szerettem lenni. Tehát a csapatér melózó jó kapus. Tehát ezt most fogalmazom meg, akkor nem tudtam gyerekfejjel. De tudom, hogy édesapám mindig arra sarkadt, igenis, csinál. Minden edzésemen ő volt, amikor elküldte más csapatot, kijött az edzésemre. Tehát úgy foglalkozott velem, hogy én abból mindenáron jó kapus legyek. Tehát... Több mint 10 éve vagy itt a Megyeri úton az Újpestnél, de hát előtte megfordultál több klubban is, ugye játékosként, kapusként. Igen. Hol kezdted a pályafutást? Hát én a harmadik előtt TTV, ami egy nagyon-nagyon jó nevelő egyesület volt, Mésző, Kálmán, Müller, Sanyi, ők voltak azok a játékosok, akiket most a mostaniak még ismernek. Tehát én onnan indultam el, akkor elmentem katonának, és utána MTK leigazolt katonaságból, és ott eltöltöttem jó pár évet, utána elmentem a BVSC-be, és onnan újra, 31 éves koromban leigazolt a Vasas. Tehát ez is egy olyan kis csavar, hogy... A BVSC akkor NB1-es csapat volt? NB2-es volt, másodosztályban voltunk. A mezei féle igen, csapat. Igen, hát amikor kijártunk a meccsre, és azon, bocsánatot kérek a szóért, azon röhögtünk, hogy a Mezei Gyuri is kitalálta azt a bizonyos les taktikát, hogy egy mérkőzésen a BVSC ellen 70 lest befújt a bíró, mert a te irányításodra lépett ki az egész hátvédsor, és hát ott röhögtünk, direkt odaálltunk, ahol a csatároknak kellett volna lenni. Igen, akkor nagyon új volt a dolog, a mai napig is ezt csinálják. Tehát itt nincs új a nap alatt, akkor a Gyuri és a mi csapatunk kihozta. Egy történetet hagy meséljek el ezzel kapcsolatban. Nekem söprögetőt kellett játszani. A tegnapi Real Madrid meccsen is szóba került, hogy söprögető a kapus, mert azt az egész csapatnak a támadását tudja segíteni. Nekünk ebből a lestaktikából kifolyólag én a 30 méter álltam a kaputól. Na most átemeltek egy labdát a védőim fölött. Én lesöprögettem. Mindenki állt, nem tudta, hogy mi van. Én meg mentem, egyszer csak az ellenfél 16-osánál találtam magam, és
volt egy nagyon jó kaszás, Laci biztos, hogy emlékszel a neve, Balsz, és ő kiabált, Bandi, 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 lepasszoltam neki, les lett. A következő 0-0 lett a mérkőzés, az értékes nem Mezei Gyuri engem megbüntetett, hogy ezt a gólhelyzetet nem használtam ki. És el kellett volna lőnöd? Nem, gólt kellett volna benne rúgni. Még a szegény Erdősi Pista védett, aki szegényként már nincs köztünk, az is csak állt a kapuba. Én meg annyira csapat lepasszoltam. Na most ez a Gyuri még a könyvében is leírta ezt a helyzetet, hogy nekünk az volt az elsődleges, amit említettél, hogy lesz taktika, és akkor ebből én még gólhelyzetben is kerültem. Sajnos nem tudtam. Újpesten védtél? Nem. Vasasizóba védtem. Az egész újpesti kötődésem a Vasasizóhoz kötődik. Újpesten, mint ellenfél voltam csak. Említetted, hogy alacsonyabb osztályban kipróbáltad a vezetőedzőséget is, szükségből, vagy beugróként, vagy teljesen mindegy, de azért neked már akkor is az járt a fejedben, hogy te mint Pálinkás András egyszer igazából kapus edző leszel? Igen. Ezért iratkoztál be a TF-re? Igen, elvégeztem a testnevelő főiskola szakedzőit, utána minden, ami a UEFA-val kapcsolatos dolgot végigmentem. Én csak kapus edző akartam lenni. Tehát nem is azt mondom, hogy tehát azokból a vezetőedzői gondolatokból leadtam volna, csak én tudtam, hogy nekem ez a posztom. Maradtam a kaptafán. Az edző nem szokta azt mondani, hogy a tanítványaim. Te mondasz ilyet az ex vagy a volt kapusaidra, hogy a tanítványaim? Igen, mondom, mert nekem egy olyan kötődésem volt minden kapussal. Tehát ez nem csak egy szakmai, egy rugdide rugdoda, hanem egy teljesen olyan baráti, családi kötődés, most már azt mondhatom fiú-apa kapcsolat, de abban az időben Petri Zsoltól, kezdve Diszti Petivel, Koszta Janival, Brockhauser Pistával is, amikkel dolgoztam, mindig olyan kapcsolatom volt, hogy ők számíthattak rám. És ez az egész kapus edzőségnek a legnagyobb. Hát az egy krémet mondtál Én mondhatok nagyon sokat. Tehát akiket még nem soroltam föl, Gulyás Pista, Tarlósi Pista, ezek mind a kapusai voltak, és most már azokból nagyon jó Mitrink Pista. De nagyon jó kapus edzők lettek, hála Isten. Nagyon érdekes, amit mondasz. Tudod, hogy miért? Mert ugye mindig azt mondod, hogy a tanítványaim és az akárki, és milyen jók voltak, és milyen jó edzők lettek. De valahogy én azt látom, mindig teszem azt, hogyha például egy back meccset, BL meccset nézek, vagy netán egy NB1-es mérkőzést nézek, ott valahogy a kapus edzőkről soha nem esik szó. Hogy van ez? Hát igen, sajnos. Ez még mondjuk abból adódik, hogy nagyon új keletű nálunk a kapus edzőség. Tehát most az NB1-ben is van egy olyan elképzelés, de már egy évvel ezelőtt, hogy csak képzett kapus edző ülhet le a kispadra. Ennek most már a következő időben meg lesz a foganatja, biztos vagyok benne. Egyenlően az a biztos, azt mondják a kapusról, hogy meg kell fognod. Hát megfogta, de a mögött milyen munka van? A mögött milyen pszichés, meg szakmai, fizikai munka van, azt még egyelőre nem. De Bandi, ugye itt különböző licencek vannak, NB1-ben csak prolicenses tréner ülhet a kispadon. A kapusedzőknél is van valami kikötés? Igen. Most már az UEFA-nak volt egy ilyen pilóta tanfolyam a kapusedzőségről. A Pat Bonner tartotta. Azon nagyon, tehát az NB1-es jellegű kapusedzők jelen voltak, azok kaptak egy jogosítványt arra, hogy ők leülhetnek a padra. Viszont az elsődleges, hogy elinduljon egy kapus edzői karrier, a B-licensznek meg kell lenni. Tehát az átlagos B-licensz, és utána mehetünk a kapus edzői diplomát. Tehát magyarul én nem ülhetnék le kapus edzőként a kispadra. Nem. Ez nagyon jó. Hála Istennek, ezt elértük. Ezt már ti verekedtétek ki? Igen, ezt mondhatom, hogy az én fejemmel ezt sikerült elérni. Úgyhogy annak idején az UEFA-nál tartottam, vagy a UEFA AB-licensznél tartottam ezt a kapus foglalkozást, és akkor már mondtam, hogy kell, és hála Istennek beült 12-13 év után. Hogy... Emlékszem, amikor a Pat Bonner itt volt, jól emlékszem, itt volt a Megyeri úton, igen. Akkor is kim voltunk forgatni, és néhány mondatot beszéltem vele, Mezei Gyuri is akkor itt volt, dr. Mezei György, és mondta, hogy ilyen
magas színvonalú kapus edzést és olyan foglalkozást hát nem igazán látott Európában. Ezt nem mondtam el neked akkor, de most már egy év, másfél év, nem tudom, két év távlatából, most már elmondhatom, óriási dicséretet kaptatok. Ez jól esik. Az az igazság, hogy nézegetem, tehát nem ülök a babérjaimon, tehát próbálok tanulni és kifelé nézni. Nagyon sok kapus edzést nézek, hála Istennek itt a YouTube-n keresztül mindez odafér az ember. Hát próbálok. Tehát én az egész életemet arra tettem föl, és természetesen minden nap mást kell adni a kapusnak. Tehát minden, amiből ő pluszt, valamilyen pluszt tud a mérkőzésen kihozni magából. Mint mondtad, volt már ez a bizonyos gyors talpaló licenszerző. Azóta folyamatban van másik, volt vagy lesz, tervekben van? Igen. Hát úgy néz ki, hogy tavasszal kellett volna megindulnia. Most nem, ez áttejődik őszre, amikor az NB1-es kapusok, akik ott voltak, azok megkapják az UEFA által engedélyezett licenszet, és utána természetesen az akadémiák, az utánpótlás kapusedzőknek is csinálunk egy ilyen, ez nem gyors talpaló, egy ilyen komolyabb szintű kapusedzői diplomát. És akkor remélhetőleg már a kapusedzőket is legalább annyira megbecsülik, mint a vezetőedzőket. Reméljük. Tehát rájönnek előbb-utóbb. Tehát itt a versenyhelyzetből adódóan mindig mondják, és ez lehet, hogy ez zárszónak, így egy jó kapust. Tehát onnan indul minden. Hiába van most a támadás, meg gólok, ott az a kapus egyet hibázik. Most nagyon sokan mondják, hogy lábbal több, egyértelmű, statisztikailag 75%-ig lábbal érünk a labdában mérkőzések. De a kézzel, hogy egyszer mellé nyúlok, akkor már hiába vagyok jó lábbal. Tehát a hagyományos kapus edzősége igenis szükség van. Jó lett volna az a bizonyos, hogy zárszónak, hogy védj egy jó kapust, de azért nekem még van egy kérdésem. Meddig lehet ezt csinálni? Igen. Az UEFA-n, amit én csináltam, viccből odaírtam, kivetítve, hogy 72 éves kapus is még lehet kapusedző. Mert nem azon múlik, hogy rúgsz, hogy maga a filozófiája, az elmélete, hogy tudsz hibát javítani. És minél öregebb az ember, annál jobban rájön az apró dolgokra. Tehát én mindig mondom a srácoknak, egyetlen egy érzékszervem még jobb szemem. Azt nem lehet becsapni. Ha az, ott már tudok valami hibát javítani a kapusomnak, akkor már én nagyon sokat tettem azért, hogy minél jobb legyen a mérkőzéseken. Akkor nem csinálsz hátra, mint elbúcsúzom. Még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok, és találkozzunk többször, ahogy itt Újpesten mondják, de legközelebb 5 év múlva legalább itt az UTE, az Újpesti stadionban, ugye, mert UTE már így nincsen másképpen, nevezik a csapatot, de nekem ez Újpesti Dózsa, UTE és az Újpest, és 5 év múlva itt a kispadon ismételten beszélgessünk, hiszen akkor még csak 70 éves leszel. Nagyon szépen köszönöm minden, és mindenkit üdvözlök, aki az Újpestet nagyon-nagyon szereti, mert én ott a közéig tartozom.